Egy picit félbe maradt így a videózás legutóbb a X5-tel, ugye mondtam, ahol félbe maradt, hogy kész kellett lenni időre, ezért igazából a tetőcsomói elkészülésétől a rajta lévő bekötött lámpák elkészüléséig igazából semmiről nem volt videó, annyira siettem vele. A nagy csatornán már régen láttátok ezt a videót, ami elkészült, és az első offroad túrán voltunk vele. Sok szempontból ez kifejezetten jó volt. Látjuk, hogy mivel kell még foglalkozni. A tetőcsomit egy picit hátrébb kell csúsztatni, mert nagyon bevilágít a tulajdonképpen a szélvédőre világít egy kicsit a lámpa. Ezen kívül kell tenni rá szélesítést, mert nagyon dobja föl, kint van a kerék, és dobja föl az autó oldalára, a kilincsekre is a sarat nagyon, szóval ezzel is kell foglalkozni. Az emelés egyébként nagyon jó. Most lemostam az autót gyorsan, hogy ne koszosan vigyem be a műhelybe, és egyébként kifejezetten jól takarítható, alulra is egész jól be lehet férni alá, így, hogy alatta van ez a nagy emelés, szóval tök jól ki lehet pucolni a kerékjárat íveket is. Ezen kívül elől a lámpával fogunk még variálni egy kicsit, hogy a középen ugye ez a kettő különálló van, ahelyett jön majd egy 90 centis LED bár, amit oda fölteszünk, akkor át fogjuk variálni ezt a derítőkereket, ami elől van, ezt föltesszük ide oldalra, és a következő dolog pedig az lesz, hogy megcsinálom a létrát ide hátra. Tulajdonképpen a C-oszlop vonalában jön fel egy létra, és akkor ugyanazzal a konzollal a másik felén pedig üzemanyagkannának csinálunk konzolt. Az elsőkörös módosítások kész vannak a tetőcsomival. Tettem föl konzolokat, mert hogyha alulról próbálnám meg a lámpákat fölcsavarozni, ahogy eddig voltak, nem férne el a tető tulajdonképpen, meg a tetőcsomi között, ezért egy ilyen kis trükköt kellett csinálni. És akkor visszateszem most az autó tetejére, rögzítem, és elkezdem akkor csinálni a létrát. Láttam ilyen szép lapos vasakból erre az oldalra kettőt, meg a másik oldalra egyet. Ugye vékony a lemez, ezért igyekszem minél több ponton rögzíteni mindegyiket, négy majd szeges anyát húzok be a kaszniba, és akkor azzal fogom rögzíteni. Ezen a felén így ez a kettő, és akkor ugye itt fönt pedig majd a tetőcsomihoz rögzítem. Ez az elképzelés, aztán a másik felén pedig. Ugye itt felül azért nem tudom tenni, mert ott van a tanksapkának a tankbetöltő ajtó, ugye, szóval hogy itt alul lesz majd, ami alapvetően indokolatlan a kanna miatt, de majd összekötem egy hosszabb csővel, és akkor az lesz a tartója, ugye ott nem kell olyan nagy súlyt elviselnie, mint ezen a felén, azon csak egy 20 literes kanna lesz. Itt az Audi mellett leültem az X5-re, de így is Merci van körülöttünk a legtöbb, szóval megnézzünk egy Merci kárvertikál jelentést pihenésképpen. Itt egy E-klassz. Azt látjuk róla, hogy a kilométerről számláló tekerve volt, és sérült az autó. Nézzük, hogy látunk róla képeket, viszont ezek vizsgafotók, 19-ben, illetve 22. szeptemberében vizsgázott, nem lopott az autó, és a kilométer óra, milyen szép, volt tekerve, megnézzük az adatokat, és kérlek szépen, 301 ezerről 166 ezerre, akkor tulajdonképpen megfelezték a kilométereket, valószínűleg olyan jó állapotban volt, hogy ezt indokoltnak érezték. Ezen kívül sérült az autó egy alkalommal 2012-ben, 200 ezer és 600 ezer forint közötti sérülése volt, és tulajdonképpen ezen kívül más nem látunk, ez egy 350 CGI kupé, 2009-es gyártás, szuper kis autó. Ha szeretnéd lekérdezni az autódat, akkor használd a Check Engine kuponkódot a kedvezményért, vagy a videó alatt található linket. Picit megakadt a projekt, mert a hegesztőgép gyengélkedik, és az alkatrész csak holnap reggelre jön meg, szóval addig előkészítek mindent, amit tudok igazából anélkül, de most pont olyan szakaszban vagyok, ahol tulajdonképpen hegesztetni kéne is, illeszteni, igazítani a dolgokat, hogy tudjak haladni. De megmutatom, hogy meddig sikerült eljutni. Ugye fölcsavaroztam erre a felére a két lemez tulajdonképpen, illetve ennek a hegesztése közben ez nem is sikerült, csak össze
pöttyözni, akkor állt meg a gép. Tulajdonképpen így fogunk kinézni. Nem látszik belőle sok minden, na így. Nagyjából így, ugye így a C-osztop vonalát követve fogunk lejönni, és akkor itt tovább jövünk majd, és valamennyire itt még lelógatom, amennyire engedi. És akkor ugye ott lesz. Szerintem ugyanilyen csőből fogom csinálni egyébként a maga a létrafokokat is. Mindjárt mutatom, hogy ezt mivel csináltam, ez is egy új szerzemény. Tulajdonképpen ez ugye így majd, ahogy a pozíció kiadja, ide föl fogom hegeszteni. És ez lesz itt egy megtámasztás, és akkor alulra pedig tulajdonképpen, most ez már a fönti, ez a kis patentív, a fönti része oda van igazítva, de ez pedig nagyjából így fog kinézni. Nyilván nem lesz túl nagy mélysége, úgymond a létrának, mert hogyha túlzottan kilógna oldalra, akkor az nem lenne túlzottan előnyös, de nyilván azért fontos, hogy majd be tudjuk tenni a lábunkat. De tegnap végül is a viszonylag késői részén sikerült beszerezni az alkatrészt a hegesztőgéphez, ezért annyira bennem volt már hegesztetni, hogy elfelejtettem videózni, de igazából sok minden nem történt, mivel már későn volt. Eddig jutottam el vele, hogy az alapját megcsináltam tulajdonképpen. Ugye itt alul csavarozható lesz, annyi lesz még, hogy nyilván ezt itt méretre igazítom, és akkor ide lejövünk, ahonnan indulni fogunk. Ezt itt le lehet csavarozni, és fönt is tulajdonképpen ez majd átmenő csavarral fogom itt rögzíteni, hogy levehető legyen. Haladok az X5-tel, nem mondom, hogy nagy előrelépések történtek, de legalább haladunk, csak nem a jó irányba. Sajnos így a tegnap ez vetett véget a napomnak, hogy berobbant itt a kis ablakocska, és leginkább azért nem értem ezt, mert még kevesebbet is dolgoztam ott, mint ezen a felén. Igazából annyit csináltam, ugye, hogy ide pöttyöztem csak, és leszedtem, aztán itt a satuban hegesztettem készre, szóval nem annyira értem, hogy ezen a felén mi volt az az esemény, ami miatt berobbant az ablak, és ráadásul oda pöttyöztem, ugye fölmelegedni sem volt ideje annyi idő alatt, mert egy kis pöttyöt csináltam csak, és nem tudom, ahogy meghegesztettem, vagy oda pöttyöltem, utána egy perccel, vagy kettővel elértem, és akkor berobbant az ablak, szóval meglehetősen furcsa, de hát sajnos ez van. Illetve még egy dolog, amivel szenvedtem itt a másik felén, hogy hát nem igazán lettek túl szépek ezek a hegesztések, ezzel még kell foglalkoznom. Ezen a felén nyilván ugye ezt vegyétek úgy, hogy nem tudok hegeszteni igazából, ugye mint csak itt magamtól tanultam, illetve néha Csaba ad tanácsokat ezzel kapcsolatban, és akkor most is ő segített, tulajdonképpen a gép beállítása nem volt ideális. Na a lényeg az ugye, hogy megvan a keret a másik felére is, és akkor mindjárt ezt tegnap készre hegesztettem, fölcsavarozom szépen, és akkor mutatom, hogy hogy lesz rajta a kanna, és akkor annak ugye meg kell csinálni még a konzolt, ami magát a kannát is meg fogja tartani. Na, szóval így lesz, illetve így nézünk ki, hozom is a kannát. El sem vitten igazából. Ez is lesz szinten, ez egyébként egy új kanna, és akkor szinten ez is után pedig szépen ez hát nagyjából így tulajdonképpen a C-osztop, illetve a konzol vonalát fogja követni, így lesz ide föltéve, és akkor ennek kell még megépíteni ugye azt a kis keretet, ami igazán tartani fogja. Lapos vasból fogok csinálni neki tulajdonképpen ide egy pántot, meg nyilván ugye arról is csinálok neki majd egy nem is tudom, konzolat igazából, vagy egy tálcát, amire ráül, megtartsa az is. Egy pillanatra nem figyelek oda, és már is Roland elkezd tevékenykedni az X5-tel, ugye beszéltem a futóműről, illetve hogy a rugóról, ezekkel is kell foglalkozni, és amíg egyéb dolgokat csináltam délelőtt, rugókat, az egyik rugót már ki is cserélte Roland is. Hát, valamennyire látszik, hogy azért van különbség, nem drasztikus, de
Nyilván ugye a koszos a régi, ez egy picit már ez megvan ereszkedve. A másik jobban össze volt. De igen, Roland azt mondja, hogy a másik az sokkal rosszabb. Sokkal rosszabbul nézett ki, de mindegy, lényeg az, hogy szépen halad, és az első lengőkarokat kell cserélni. Itt látjátok, hogy már ezt is elkezdte szétkapni Roland itt nagy lendülettel, és tulajdonképpen... Hát ez még használható a másikhoz képest. Eladjuk használt BMW-hez. Várjál csak. Egy kicsit jobban oda van. Mint hogyha folytonossági hiányosság lennének a fuszba. És ami nagyon fontos, most elkezdte ugye szétszedni Roland, és látjátok, hogy ott van az a csavar, az szerintem nektek is feltűnik, hogy nem gyárias jellegű, és ugye mikor raktam be az emelőkitet az autóba, akkor mondtam, hogy ugye adtak hozzá csavarokat, örültem neki nagyon frankó, hogy passzolt minden, viszont hogyha ti vesztek ilyen kitet, akkor semmiképpen ne rakjátok bele ezt, mert igazából nem húztam agyon, szóval mondhatjuk azt is, hogy nyomatékra húztam, de nem mondták, hogy mennyi nyomatékra, szóval amit egy 8-as csavarnak el kéne bírnia, annyira húztam meg, egyáltalán nem volt megtépve, és mondta Roland most, hogy szedte szét, hogy tulajdonképpen teljesen el volt nyalva, hogy lehet szedni, se tudta, és konkrétan le kellett vágni a csavart, szóval fogunk bele keresni méret alapján, szerintem 10-9-es csavart, hogy véletlenül se legyen baj, mert biztos, hogy ez nem 8-8-as volt, ez valamilyen 5,6-os, vagy valami egész gyenge csavar volt. Szóval ez az egy negatívum igazából így a kittel kapcsolatban, hogyha esetleg ti is vesztek ebből az IBS X5 lift kitből, akkor csavarokat cseréljetek benne mindenképpen. Szóval és akkor ezek a csavarok, amik kevésbé ideálisak így a feladat igen. ellátására, de ezen is látszik látom, a menete már. Az is megvan, és ez meg teljesen ki van már ott, ahol meg volt húzva. És ezek egyszer kemény. Voltak meghúzva. És nem nagyon voltak meghúzva, szóval fontos, hogy... Én tudom, nem ennyire, semmiképpen. Igen, mondjuk én a másik felé gépbe húztam vissza. Mindegy, ott is cserélünk csavart. Megint kikeszítjük. Szomorú. Az elmúlt napokban ugye egy-két dolgot láthattatok róla, tegnap előtt volt itt Roland, akkor megcsinálta a rugócserét rajta elől, illetve a fékbetéteket, amik nagyon el voltak kopva, és az első lengőkart megcsinálta, de erről egy pár szóban beszéltünk is, amikor itt volt, illetve most, hogy összerakta, azt vettük észre, hogy a kormányt, ahogy alászedi balra, a bal oldali tulajdonképpen gólyalábnál egy ilyen elég nagy ugrás, vagy így a keréken volt egy ilyen akadásszerű ugrás, szóval valószínűleg a toronycsapágyat ki kell cserélni. Úgy gondoltuk, hogy jó lesz mégis, nem cseréltük ki, de mivel előjött ez a probléma, inkább szétszedjük. Megnézzük, hogy valóban ez a probléma, és hogyha az, akkor ki fogom cserélni azt is, de még ideig nem jutottam el. Ott már ugye tartunk, hogy a létra kész van ezen a felén, és most végeztem az üzemanyagkanna tartóval. Elég szép kis installáció lett rajta ez is. Azt találtuk ki még Rolanddal, hogy ne kelljen ilyen magasról a teli kannát leengedni, hogy van ez a, nem is látszik, itt talán valamennyire a kupleráj aljába látszódik ez a 12 voltos kis miniszivattyú, amit itt a műhelyben olaj szivattyúzásra betöltésre szoktunk használni. Beteszünk egy ilyet az X5-be, megcsináljuk, hogy szivargyújtóba bedugva működjön, igazából csak rá kell tenni egy szivargyújtó végét, és akkor ugye 12 volttal működik. Ráteszik a csövet, akkor csak ki kell nyitni, kinyitjuk az üzemanyag betöltőt, és akkor nem kell leszedni a kannát, hanem tudunk kényelmesen és egyszerűen tankolni, hogyha arról van szó, vagy akár egy másik autóval ugye mellé állunk, mivel ez egy kísérő autó, és akkor meg tudjuk tankolni innen tulajdonképpen. Igyekeztem minél egyszerűbben megoldani a problémát, itt az ajtó az szépen nyílik tőle, sok helyünk nincsen, de igazából nem is kell, hogy sok hely legyen, és akkor ilyen rugós zárat tettem rá, részsokról tudtok rendelni, alapvetően az Audi lökhárítónál használtunk ilyet, meg ilyesmihez szokták egyébként is használni. Kinyitod, és akkor így tudod kiszedni a kannát. Fontos, hogy majd szinterezés után egyébként itt egy gumiréteget rá fogok ragasztani tulajdonképpen mindenhol, ahol hozzáér a kanna, különben nyilván az első használat után
tulajdonképpen szétkarcolódna. Hogyha szeretnétek ilyen rögzítőt, vagy bármi egyebet rendelni a részsokról, akkor ne felejtsétek el az Oliveramo kuponkódot használni. Jó kis kedvezmény jár terméktől, függ hogy mi, de nagyon gyorsan szállítanak, és egyébként a részsoknál szóval sokat használjuk őket, nagyon szuper kis oldal. Ugye itt van a csörlő, és ezt szerintem beszéltünk már róla, vagyis hogy biztos, hogy szóba került, hogy egyrészt a terepszögön elég sokat ront, mert nagyon túllóg előre, illetve alacsonyan is van, és akkor ezen fogok dolgozni, hogy tulajdonképpen a konzolt átalakítom. Részben idő, részben pedig energia befektetés véget. Úgy döntöttünk, hogy a csörlő problémára a megoldás annyi lesz, hogy itt volt ugye előtte ez a kis görgős megvezető, amit kihagytunk, ezzel nyertünk előrefele egy 12-3 centit, lefele pedig egy 6-7 centit. Így már jelentősen jobb lett a terepszögünk. Nem akartuk elvágni itt ezt, mert valószínűleg nagyon rosszul nézett volna ki, legalább egy napi munka lett volna, és ezért úgy döntöttünk, hogy le fogjuk cserélni ezt a drótkötelet, és rakunk egy szintetikus kötelet, amihez viszont annyira nem szükséges ez a görgős megvezető. Igazából ez nem is tudom, nagyjából fél óra alatt megoldottam, és mivel haladni kell mindennel, ezért született ez a döntés, hogy így fogunk eljárni. Ezzel kész is vagyok, szóval jöhet tulajdonképpen az egyik utolsó dolog az X-et-tel kapcsolatban a listán, az, hogy elkészítem a kartelvédőt. Itt a lökhárítóval majd később fogunk foglalkozni, hogyha kész van az Audi, kész van a bána, ez alapvetően most előrébb való dolog mind, illetve hogyha megvan a kartelvédő, a kartervédő, akkor az X-et-tel tulajdonképpen újra tudunk forgatni, és akkor, hogyha kész van a szinterezése a tetőcsomagtartónik és a hozzátartozó dolgoknak, akkor tulajdonképpen egy szerintem 95%-ban késznek nyilváníthatjuk az autót. A változatos sekkedvéért is egy meglehetősen össze-vissza nap volt, de a csörlő ugye az a picik átalakítás az kész van már, illetve a kartervédőnek a nagy része is. Tulajdonképpen elkészült, még a rögzítését, illetve hogy föl kell csavarozni, de alapvetően ez így. Itt lesz, ide csatlakozik be, tulajdonképpen 4 ponton van fölcsavarozva, itt ugye megvan a gyári védő, és akkor még egy lemezelést kell csinálni neki, majd nyilván ugye itt az első része, ami a cooler előtt van, illetve az első részt védi, az vagy ki lesz furkálva, vagy oda nem is rakok lemezt, ezt még kitalálom holnap, a többi része pedig így az alja be lesz lemezelve szépen, és akkor azzal lesz teljes. Ismét egy jelentősebb ugrás történt időben, illetve haladásban is. Jött egy csomagunk a RaceShop-tól, amit ugye vártunk, a lámpa megjött középre, a másik. Az új lámpánk, amit be fogunk tenni, ez egy saját márkás RaceShop termék, ugye ez a Races márkájú lámpa, illetve jött közbe a Yarishoz is a futómű végre. Idő szerint csak, hogy lássátok, hogy hogy vagyunk. Szerda van, és tegnap készült el a Yaris, holnap megyünk a Dynohoz programozni, illetve mérni, szóval az elő fogjátok látni, ez valamikor jövő héten jelenik meg ez a videó. De szorítkozzunk az X-re, tulajdonképpen megjött a lámpa, a kereten, a tetőcsomin kívül tulajdonképpen a létrát, kannát, a tartókonzolt, kartervédőt elvittem szinteresztetni. A kartervédő készítéséről csináltam ugyan táblepszet, viszont annyira rohanásba voltam, hogy a kész kartervédőről nem csináltam videó, de hogyha megvan a szinterezés, majd akkor ezt pótolni fogom. És emellett, ami elég sok időt elvisz még, és most egy viszonylag nagy projektünk, hogy a stúdiót rendezzük be, ez történik most. A tévéknek megcsináltam a konzolokat, nem tudom, egy picit lehet látni, igen, száradnak éppen, 3 tévé lesz, de
mindjárt bemegyünk, és akkor megnézzük azt is. Láttok itt egy, kettő és három darab 65 szolos tévét. Azok ott fognak elhelyezkedni szépen a falon, valamennyire be is van jelölve, ugye ennek a konzolja, amit kint mutattam, hogy elkészült. És nagyjából egyébként ez a szög lesz, amit ti látni fogtok, hogyha a check engine-es magyarázós videót néztek, hogyha podcastet veszünk fel, vagy ha valamilyen beszélgetős műsor lesz, akkor tulajdonképpen itt fog történni. Itt pedig egy munkaállomás került kialakításra, hogyha anyagot kell másolni, vágni kell ilyesmi, akkor az itt tud megtörténni, és tárolót fogunk tenni oda, illetve valószínűleg még itt, ami ezeket illeti, ezek jönnek föl a mennyezetre, ez lesz hangszigetelés ott, illetve szembe azon a falon, és innentől kezdve tulajdonképpen végig jövünk ide. Mindjárt kimegyek a buszba és megmutatom, ilyen fali panel. Hasonló stílusú, mint ami van kint már ugye az irodatövi részén, viszont ez egy fekete filcre van fölragasztva, szóval ennek is van plusz hangszigetelő tulajdonsága, illetve egyszerű föltenni, mert ezek 2,5-szer 0,6 méteres panelekben vannak, szóval sokkal egyszerűbb föltenni ezt haladósabb, és akkor ez tulajdonképpen azon a felén lesz a stúdiónak, ami látszódik majd a kameraképben, a tévé körül is meg lesz csinálva, illetve a tévé körül meg lesz csinálva szépen takarásnak, szóval az a fal sem fog látszódni egyáltalán. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Írjátok meg kommentbe, hogy mi az, ami ilyen videót szívesen látnátok tőlem, vagy milyen projektet látnátok. Ugye a bálna az folyamatban van még, csak hogy időben elhelyezzük azt is, a gépműhelyből elvileg hamarosan visszakapjuk a hengerfejet, és akkor mehet össze annak a blokja, illetve végre a Kultus motort is összerakjuk, és akkor megy vissza az autóba, csak hogy még egy extra dolog, ami történik. És ami szintén húzódik egy ideje, az az Audi féltengely, a tegnapi naptól számított elvileg 2 héten belül elkészül, és akkor azzal is tudunk forgatni.